A gazdahitel program az elsődleges mezőgazdasági termelésben tevékenykedő vállalkozások hitelfelvételét könnyíti meg. A szerdai kormányulés elején Márcsel Csolákú bejelentette a gazdahitelprogram kiterjesztését, írja az Ager Press hírügynökség. A miniszterelnök elmondta, hogy a program keretében ezentúl az állami kamattámogatás mellett a mezőgazdasági termelők pályázhatnak a nyersanyag beszállítókkal vagy forgalmazókkal szembeni tartozásai kifizetésének támogatására, és azt szájkárenyhítő juttatásokra is. Emellett a program költségvetését 400 millió lejjel 1,85 milliárd lejre növelték, amelynek így mintegy 7500 kedvezményezettje lehet. Csolákú emlékeztetett arra, hogy idén szeptember 30-áig a kormány több mint 5 milliárd eurót fordított a mezőgazdaság támogatására.